Attól, hogy Orbán Viktor letagadja, attól még szegénység van Magyarországon. Nagyon egyszerű a történet, nem csak az Eurostatnak a felmérései alapozzák ezt meg, hanem a mindennapi életben is ezt tapasztalják az emberek. Az Eurostat az csak mér, regisztrál. A szegénység életre hívója viszont az Orbán kormány. Gondoljanak csak bele, hogy akkor, amikor Magyarországon a megtermelt anyagi javainknak az egy főre első összege az Európai Unió kötelékei között a sereghajtók közé tartozik, 28 országból a 24-ek vagyunk. Vagy épp az egy főre első tényleges fogyasztás tekintetében ugyanezt a helyzetet tudjuk elfoglalni. Akkor tényleg mi a helyzet? A valóság az az, hogy nagyon-nagyon sokan ebben az országban szegénységben élik az életüket. És ez mind-mind Orbán Viktor és az urizáló fideszes elit mohóságának köszönhető. Ők állították elő, ők idézték elő ezt a helyzetet. Tudják, mennyi az Európai Unió kötelékei között például az átlagbérnek az összege? 13,2 euró. Magyarországon ez 3,6 euró. De ha a visegrádi négyeket nézzük, a másik három országot, ott 20-30%-kal magasabb az egy főre, illetve az egy órára eső átlagbér összege. Igen, ez a mohóság az, ami ezt a helyzetet kialakította. Az urizáló fideszes elit Orbán Viktor vezetésével. Tudják, a minimál bérnek a 65%-a az, ami a kezekbe jut. A 35%-át azt elveszik. Ha már visegrádi négyek, akkor mondom, ott 10-20% között van az, ami az ottani minimál bérekből elvett összeg, teherként megjelenő összeg. Nálunk ez 34-35%-os nagyságrend. Tudják, ha visszatekintünk erre a 6-7 esztendőre, akkor azt látjuk, hogy például a minimálbér tekintetében a terhek óriási mértékben nőttek. A minimálbérnek a vásárlóerő értéke az nem nagyon, de a terhek azok óriási mértékben nőttek. 2010-ben 32 ezer forint volt, 2016-ban ez a teher összesen, ami a munkaadókat és a munkavállalókat terhelte, 69 ezer, 2017-ben meg 73 ezer forint lesz. De talán még plasztikusabb az a kép, ami a garantált bérminimum tekintetében, az úgymond szakmunkás minimálbér tekintetében fogalmazódik meg. Ott 2010-ben 40 ezer forintos volt a teher mértéke, amit a munkaadók és a munkavállalók együttesen megfizettek. Most ez már 80 ezer forintot ér el, és jövőre 92 ezer forint lesz. Ezzel csak és azt akarom mondani, hogy a mohóságnak, ennek az urizáló fideszes elit mohóságának nincs korlátja. És a leggusztustalanabb, hogy a legkisebb jövedelmi sávba tartozóktól veszi el a nagyobb pénzeket, ott sújt nagyobb teherrel. Ezen kellene változtatni. De hát ehhez meg gyávák. Nem mohónak kellene lenni, és nem gyávának kellene lenni, mert ha nem lennének gyávák, akkor megcsinálnák azt, ami mondjuk 7 évvel ezelőtt volt, hogy a minimálbér ez kvázi adómentes volt, adójóváírási lehetőségen keresztül. Ha nem lennének mohók, és nem lennének gyávák, és nem lennének számítóak, hogy ezektől a legkisebb jövedelmi viszony keretei között élő emberektől vennék el a forrásokat, és ezt szórnák szét a haverok között, ha nem ezt csinálnák, akkor igenis lehetne Magyarországon 100 ezer forintos nettó kézbe jutó minimálbér. Csak és annyit kellene tenni, hogy az adómentességét biztosítsák a minimálbérnek. Ha ők nem tesznek ebbe az irányba, nem fogják csökkenteni a terheket, akkor kénytelenek leszünk ezt mi megtenni, de ezt mi nem kényszerből fogjuk megtenni, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a legalacsonyabb jövedelmi sávokban tényleges, valós fizetésemelésekre van szükség. Meg lehet csinálni a 100 ezer forintos nettó minimálbért anélkül, hogy az a munkaadóknak egyetlen egy fillér többletterhet jelentene. Ezt fogjuk tenni 2018 után.